Szép szabadság! Ó, sehol nincs a világon oly becses kincs, mely te nálad nagyobb volna, vagy téged kipótolna. Te könnyíted terheinket, ha búrágja szíveinket, biztatsz minket. Az oly madár igen ritka, melynek kedves akalitka, bár arannyal van béfedve, mégsem telik benne kedve. Bár meg ne kelljen szűkülni, mégis mindig fog készülni, kirepülni. Mit ér a rabságban kínlódni, sok gazdagságban? Mit ér minden, ha kötelet békós lábadon viseled? Ha a kínos szolgabot vér, úgy a pompa, a nemes vér, s a rang mit ér? Minden vágy a szabadságra, kevés a pénzre s országra, több vágy szabadon pihenni, mint pénzt közt gazdag rab lenni. Kivált egy bölcs elme mindig, egy poétai tüzesség, csak ettől ég. Két kis szösszenetem a Nézőpont folyóirat, Vitéz Ferenc irodalmi és művészeti folyóiratában jelent meg. Az egyiknek az a cím, hogy Pipacs a szélben. Vad búzatáblákba, vidám pipacs hadcsal formát, lágy szellő lengedezve írja vonalát. Vörösen izzó lelküket pajkos fuvallat táncba űzi, törékeny testük meghajol, s a mozgást elnyeli. Hát ez az egyik, ez egy ilyen kis pillanatképecske. Aztán egy kicsit téliesebbre véve a téli vadászatot is elhoztam. Őzött vad rozsdálja vérét a hóra, mi előbb patyolat, most vörös köntösét ölti fel rialomnak. Farkas fogak tátamnak, s fagyos sztellő oldalaz, szarvasbőrbe burkoltak szakad, ömlik a hó, s hóba a vér vörösen. Jóna uramat a tanácsházba hívják. Jónák többen is érdegéltek nánáson, de ki közöttük a Jóna család hírét nevét alapította, ama bizonyos Nyálas Jóna uram volt, ki két kezének szorgos munkájával szegény emberi sorsból vergődött nagy gazdagságra. Olyan szorgos, dolgos két kezet ritkán teremt a mindenható. Mert pihenőt még akkor sem ösmert Nyálas Jóna gazda, mikor például az utcán a Páras városházára igyekezett. Legalábbis valami rossz kötőféket bontogatott a fonalaira. És mikor ilyenkor kérdezték, mert a szóval is fukar volt, rövidesen felelgetett vissza. Ha már én ilyen vagyok. Hát dolog nélkül egy percenetig sem lehetek meg. Ám de nem hiába túrta a barázdát. Kapak kaszanyér nem hiába tört hólyagot a patakemény és kérges markán. Birkatartással, disznóhízdalással nem hiába cillődött. Szaporodtak a földjé. Barmait külön pásztorok őrizték. Az ekkori keshet ösztövér Kabzsi, de munkájában fáradhatatlan paraszti ember oda emelkedett, még a város másik oldalán is süvegelték. Hallja Kent helyett, kigyel.